Sziasztok, én Fáj nem vagyok, ez pedig itt a kriptóadász. Szeretünk befektetni, szeretünk különböző izgalmas projektekre vadászni. Mégis nagyon sokszor előfordulhat az, évközben akár, hogy éppen csöndbe vagyunk a projekteket illetően. Miért van ez, hogy csöndbe vagyunk? Azért van ez, mert a piaci környezet nem teszi lehetővé azt, hogy projektekről beszéljünk. Persze ilyenkor is vannak projektek, amikről beszélünk, nyilván a zárt csoporton belül például projektbemutatók formájában. De, de nagyon sokan keresnek meg minket, és különösen engem azzal, hogy beszélgessünk el a portfóliójukról, hogy adjak nekik tanácsot, hogyha lehet így fogalmazni, hogy hogyan kezeljék a beragadt pozícióikat, és azt látom, hogy nagyon sok pozíció között van átfedés mint hogyha ugyanazokból a forrásokból származnának ezek a befektetési ötletek, befektetési tippek. És én nem szeretnék senkit sem megbántani, de nézzünk ezek közül pár példát, hogy, hogy igen, el fog jutni valahova ezzel a mondandómmal, hogy mindenkinek világos legyen, ugyanis tanítani szeretnék nektek egy gondolkodásmódot ebben a mai adásban, amit én nagyon fontosnak tartok, és hogyha megértitek, akkor bízom benne, hogy elkerülhetővé válnak az ilyen jellegű helyzetek. Szóval nézzük meg, itt az elmúlt időszakban sokan megkerestetek egy Moonbeam nevű projekttel. Ez a Mumbai nevű projekt, ez 14 nap alatt 45%-ot esett, akik engem kérdeztek erről a zárt csoporton belül. Utólag is visszanézhető, én mindenkit lebeszéltem, ahogy tudtam erről a, erről a projektről. Közel 50%-ot esett két hét alatt. Aztán van az úgynevezett Quan platform nevű projekt, ami szintén ilyen közel 50%-ot esett, és esett az egész piac, de ezek valahogy olyan, olyan kifejezetten nagy mértékben zakóztak. Ugye közel 50%-ot esett az úgynevezett SIDUS nevű projekt, aztán van egy úgynevezett Fantasma Soul nevű projekt, ami ami szintén közel 50%-ot esett, és miközben lehet azt mondani, ugye két hét alatt, és miközben lehet azt mondani, hogy persze minden más is esett, nézzük meg, hogy a konzervatívnak tartott, sokszor konzervatívnak tartott Ethereum mindösszesen 13,1%-ot esett. Miért mondom ezt a történetet most? Azért mondom, mert ugye erről már beszéltünk máskor is, hogy például, ha van 10 forintod is abból, 50 forintot elveszítesz, az az 50 ot esik, akkor marad 5 forintod, de az 5 forintodnak meg kell dupláznia magát, tehát 100%-ot kell, hogy emelkedjen ahhoz, hogy újra 10 forintod legyen, és te akkor is még csak nullában vagy. Ugye, hogyha 50 forintot ér a valaha volt 100 forintot, tehát 50%-ot elveszítettél, akkor az 50 forintot, vagy 5 forintot, most mindegy, hogy 10 vagy 100 számunk, akkor a fele értéked, az gyakorlatilag mondjuk az 5 forintot, hogyha 50 ot visszaemelkedik, az még csak 75 forint lesz. Ezt nem győzöm elég szará mondani nektek. Ezért van az, hogy amikor azt látjuk, hogy a piaci környezet nagyon hektikus, akkor pláne nem nagyon éri meg kockázatos projektekbe tenni a pénzt. Persze, ahogy André Kosztolányit idéztük itt a videó elején, sokszor van az, hogy spekulálni kell, de hát erről szól az például, hogy hogyan tudunk portfóliót építeni, tehát erről szól a portfólióépítési stratégia elvünk, ahol... ahol emiatt építünk külön úgynevezett nanoportfóliót, ez benne van a tananyagunkban egyébként. Szóval, amit szeretnék most uh, nektek mondani ebből a szempontból, hogy uh, szükség van arra, hogy egy picit nézőpontot váltsunk, ne akarjunk mindig mindent megvenni, de ha mégis meg akarjuk venni minden áron azt a valamit, amit mi kinéztünk magunknak, akkor, akkor legyen velünk az a fajta szemlélet, amit most ebben a műsorban szeretnék nektek megtanítani. És tudjátok, amit el szoktam mondani, hogy ha tetszenek a videóink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és hogyha van kedvetek, akkor nyomjatok egy lájkot. Like ez a lájk, like ez magát a teljes kriptó társadalmat, a hazai kripto társadalmat, a kripto közeget támogatja, hiszen azt szoktam mondani, hogy hogy mivel így működik a YouTube algoritmus, hogy egy videót minél többen kedvelnek, ugye annál többekhez eljut, akik szintén azonos érdeklődési körből származnak, ezért hogyha ezek a tudásanyagok el tudnak jutni minél szélesebb körhöz, akkor gyakorlatilag számíthatunk arra, hogy ennek van egy visszaható ereje, ugye a teljes hazai kripto közösségre nézvést, hiszen gyakorlatilag már ezekkel a többleti információkkal felvértezve tudnak itt a körön belül, úgymond a hazai kriptokörnyezeten belül projektek vándorolni a Habolt B-be, tehát ez mindenkinek az érdeke, hogy ne csak így szerűen kerüljenek be így az éterbe különböző projektek, hanem mindenki úgy hozzon projekteket a, itt a itt társadalmi alapon, hogy, hogy azok a projektek már bizonyos szempontból elő vannak szűrve, és tudjátok, hogy van egy zárt Discord közösségünk, egy zárt közösség, amely Magyarország legdinamikusabban fejlődő zárt kriptoközössége az elmúlt időszakok statisztikája alapján, és tartozik hozzánk egy Patreon oldal, ugye a Patreonon keresztül lehet eljutni a Discord szerverünkhöz, és a Discordon belül van nagyon sok különböző szoba a napi tréttől, a hírek kielemzéséhez kapcsolódó, tehát rövid hírek szobán át, a napi kibeszélő szoba, pánik szobánk is van, vannak projekt szavazás szobák, ahol a maga a közösség dönthet arról, hogy milyen altcoin projekteket mutassunk be hétről hétre, amely projektekről mindig készítünk minden héten egy projekt bemutatóanyagot, ami felkerül a Patreonra, például az onchain analitika jellemzésünk mellé, mert az onchain analitika jellemzésünket is minden héten elkészítjük, készítjük, és nemrég egyébként az előző hónapban felkerült egy olyan projekt bemutató, ahol korcsa vettük, hogy hogyan lehet egy huszárvágással lefedni a teljes, vagy majdnem a teljes DeFi szektort, illetve a metaverse szektort, tehát ez is egy nagyon fontos és érdekes anyag szerintem. Ezeket mind-mind-mind elérítek a Patreonon keresztül különböző tagság szintek vannak, nem véletlen, hogy a VIP tagság a legnépszerűbb, mert azzal értek el mindent, például azzal meglátogathatjátok most pénteken is majd az átkörű kriptopiaci értekezletünket, és tudjátok, hogy van egy videó tananyagunk. Ez a videó tananyag, ez gyakorlatilag egy kripto tudásanyag, amit ténylegesen úgy raktunk össze, és nagyon jók a visszajelzések ezzel kapcsolatban, hogy lépésről lépésre van benne stratégia tervezés, gyakorlati lépések, hogyan azonosítunk projekteket, hol szoktunk projekteket kutatni, tehát konkrét ö, forrás ö, is van benne. Beleraktunk táblázatot, ami segítiteket a, a konkrét portfólióépítési elméletünkbe. Szóval tényleg elég sok minden benne van, és ehhez ajándékba adunk egy gyakorlati, gyakorlatilag egy e-bookot, e ami rámutat arra, hogy hogyan tudtok projekteket, kockázat analizálni. Én azt gondolom, hogy aki elolvasta ezt a 32 oldalas e-bookot, ezt a tanulmányt, a projekt kockázatértékelésekről, ő például már eleve nem vásárolt bele azokba a projektekbe, amiket itt az elején említettem. Szóval most ezt a gyakorlati videótudást, ezzel a ezzel az e-bookkal együtt tudjátok megvásárolni. Ennek is az elérés az, itt majd megtalálható a leírásban beletesszük nektek. Most pedig akkor, hogyha mindent elmondtam, kezdünk! Nagyon fontos megismernünk egy szakkifejezést, amit úgy hívunk, hogy kockázati prémium. Tudjátok, hogy van egy alapkamat környezet minden, minden országra jellemző, hogy van egy kamatkörnyezet, amiben élnek az emberek. A kamatkörnyezetet általában a jegybankok határozzák meg, és aztán ez implementálódik a klasszikus kereskedelmi banki környezetbe is, és sokszor lecsapódik a háztartásoknál is a különböző kamatváltozás. Ha másképp nem, akkor, akkor gyakorlatilag a betétek után, tehát a bankbetétek után fizetendő hozamok formájában, vagy pedig a hitelkamatok formájában, hiszen hogyha emelkedik az alapkamat, akkor azok a kamatok, amik például az alapkamathoz vannak rögzítve, Magyarországon például ilyen a bubor, a libor, euribor, ugye ezek a, 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 a európai környezetben, amik körbevesznek minket ö, kamatok, Ugye, hogyha a kamatunk mondjuk a buborhoz ö, van fixálva, akkor ahogy emelkedik a, az alapkamat, úgy emelkedni fog a bubor is, emelkedni fognak a bankközi kamatok, és úgy emelkedik majd a törlesztő részlete mindenkinek, hogyha csak nincsen mondjuk valamiféle kamattámogatás, valamiféle kamattámogatás a bankok felé az államok részéről. Itt a világban mindenütt ez így néz ki. Na most, amikor egy banki alapkamatról beszélünk, akkor bizony ezzel párhuzamosan beszélünk kötvényhozamokról is, állampapír vagy államkötvényhozamokról is. Mindenki tudja, hogy ha nagyon nagy biztonságban szeretnénk tartani a pénzünket, akkor, akkor igazából az államkötvények erre egy jó megoldást tudnak jelenteni, csak az a gond sokszor, hogy maguk az államkötvényhozamok azok nem teljesítik fölül az inflációt. És miközben nézzük az államkötvényhozamokat, sokszor azt látjuk, hogy maguk az államkötvényhozamok elkezdenek emelkedni. Nyilván ez van most is, hiszen elkezd emelkedni az alapkamat, a jegybanki alapkamat, például az USA-ban, és ezt nyilván beárazza a, a kötvénypiac is, tehát ahogy ez így kinéz, mondjuk erről már beszéltük, így néz ki a két éves államkötvény hozam az amerikai Egyesült Államokban, és itt um, maga ez a hozam környezet, az látszik, hogy itt um, tavalyi évvége óta folyamatosan emelkedik, és eléggé Tendál, vagy ahogy a másképpen szoktuk mondani, eléggé konvergál a 2018-as szintekhez. Na most ilyenkor sokan azt mondják, hogy persze hát azért vándorol ki, úgymond a tőke a klasszikus részvénypiacokról, mert sokan átnyergelnek ezekbe a biztonságosabb befektetésekbe, de ez nem feltétlenül így van, ez, ez nincs így. Uh, hiszen, hogyha ezekbe a biztonságosnak tűnő befektetésekbe vándorol hát a pénzünk, akkor is uh, gyakorlatilag még mínuszos az egyenlegünk, hiszen az infláció magasabb, mint amekkora a hozama gyakorlatilag az adott, uh, adott um, kötvénybefektetésünknek. Tehát akkor... Mit tudunk, mit tudunk ebből kihámozni? Azt tudjuk ebből kihámozni, hogy van egy fix hozamunk a piacon. Még akkor is, hogyha ez a hozam ez nem akkora, mint amekkora az infláció, tehát ahogy elmondtam, hogyha mínuszos is a, ez, a, ez a befektetési ügylet, akkor is ezzel a hozammal fixen számolhatunk. Ha bemegyünk a piacra egy adott hozamkörnyezet mellett, ugye most itt ez a hozamkörnyezet, ha bemegyünk a piacra az adott hozamkörnyezetben, akkor az a célunk, hogyha más instrumentumokat vásárolunk, legyen az mondjuk kriptó, vagy legyenek azok részvények, akkor az a célunk, az a nulladik pontos célkitűzésünk, hogy mindenképpen többet kell hozni, mint amekkorát hoz, ugye a, az államkötvényhozam. Ezt úgy hívják a közgazdaságtanban, hogy feláldozott haszon, vagy más néven opportunity cost, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi feláldozzuk ezt az aktuális kötvényhozamunkat, ami biztos, ami fix, ezt mi feláldozzuk, és 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 cserébe valamilyen kockázatosabb ügyletet választunk. Ha kockázatosabb ügyletet választunk, akkor a kockázatos ügyletünknek a hozama és a, az adott kamat hozam közötti különbséget, tehát az, az a töbletet, amit a, az adott kamat szinten fölül meg tudunk keresni a befektetésünkkel a piacon, azt hívjuk kockázati prémiumnak. Ugye, ahogy a nevében is benne van a kockázat és a prémium, tehát ahol a, a kockázatunkat premizálja a piac, a kockázatunkat úgymond megfizeti a piac, ezt kockázati prémiumban mérjük. A kockázati prémium az lehet például az S&P esetében, ugye a, a Standard Poor's amerikai indexre sokszor szoktam hivatkozni, hogyha megnézzük, a, a, ez az 500 legnagyobb amerikai tőzsdei vállalatot tömörítő index, tehát az ő mozgásukat követi le gyakorlatilag, vagy átlagolja úgymond. Hogyha megnézzük, a magának az S&P-nek van egy éves növekedési százaléka most már itt sok-sok uh, éve, és hogyha ezeket a növekedéseket évperé alapon átlagoljuk, akkor, akkor, például az a kockázati hozam ami, amivel kalkulálunk, tehát azt tudjuk mondani, ez persze nyilván nem szentíres, tehát ez nem lehető készpénzek nem, nem fix, hogy minden évben akkor átlagosan meg fog annyit csinálni az S&P, mint amennyit megcsinált az elmúlt évek statisztikája alapján, de nyilván van egy ilyen jellegű minimális elvárásunk az S&P-vel kapcsolatban, tehát az amerikai részvénypiacsal kapcsolatban, hogy legalább annyit csináljon meg, mint amennyit az elmúlt években megcsinált nekünk hozamban, tehát ez azt jelenti, hogy ekkora lesz a, a, a hozam és a aktuális feláldozott kamathozam közötti különbség lesz a kockázati prémiumunk, hogyha belépünk erre a piacra, és ugyanúgy maga a kockázati prémium az levezethető, hogyha megnézzük, hogy a bitcoin éves szinten, év per év alapon mekkorákat emelkedett, ezt az emelkedést átlagoljuk, akkor megnézzük azt, hogy ezáltal, hogy éves szinten mekkora az emelkedésnek a mértéke, és hogyha látjuk, hogy mekkora az éves szintű emelkedések mértéke, akkor azt össze tudjuk hasonlítani a, az a korábban bemutatott itt, vagy az előbb bemutatott alapkamat hozamokkal, és akkor gyakorlatilag meg tudjuk, fel tudjuk írni magunknak egy kockás papírra, hogy mekkora a kockázati hozamprémiumunk, amiért mi úgymond úgymond mi kockátot vállalunk, vagy kockáztatjuk a befektetésünket. Oké, okay, hogyha most tisztáztuk azt, hogy mi a kockázati hozam prémium, akkor nézzük meg, készítettem nektek egy ablakot, hogy egyszerűen levezessem azt, hogy hogyan szoktunk gondolkodni itt a befektetéseink terén, miért van az, hogy néha levegőn kívül nem veszünk mást, és várjuk azt a piaci környezetet, amikor érdemes bedobnunk a piacon, a csalit érdemes befektetnünk, hogy ráharapjanak úgymond a halak, hiszen hogy történik ez, amit a Valaki... megnyer, ugye itt a tőzsdén is, a részvénypiacon is, meg a kriptopiacon is, amit valaki megnyer, azt más valaki elveszíti. Tehát nekünk mi a feladatunk, hogy akkor fektessünk be, amikor másoknak már nincs pénze befektetni, illetve okosabban fektessünk be, mint ahogy uh, mások fektetnek be, és akkor tudjuk gyakorlatilag mi megnyerni, úgymond a futamot. Na most ehhez szükséges az, hogy elsajátítsuk ezt a gondolkodást, amit itt most mutatni fogok nektek. Itt láthatjátok, hogy bal fölül van egy narancssárga ablakocskánk, egy sárga ablakocskánk, mellette pedig van egy zöld ablak, és alul van egy piros ablakunk, mellette megint egy narancssárga ablak. Hogyha ezekből a színekből indulunk ki, akkor itt színekkel jelöltük azt, hogy mi a legkockázatosabb ablakunk, melyik a legkevésbé kockázatos. Nyilván a legkockázatosabb az gyakorlatilag a piros. A legkevésbé kockázatos ablakunk a zöld, és a közepesen kockázatos az a két narancssárga. Nézzük meg, hogy ez mit mutat. Azt mutatja, hogy ha most bal fölülről indulunk el, azt mutatja, hogy vannak bizony olyan piaci helyzetek, amikor alacsony kockáti környezet mellett alacsony kockáti prémiumra számíthatunk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy alacsony a kockáti környezet tehát például nincsen háborús konfliktus nincsen mondjuk magas infláció, gazdasági kilátások nem túl pessimisták, mondjuk azt, hogy nincsen koronavírus sem, és közben pedig, ahogy látjuk itt ennél az ablaknál, alacsony a kockázati prémium. Ez mit jelent? Mondjuk jelentheti azt, hogyha visszamegyek ide, jelentheti azt, hogy mondjuk a bitcoin már éppen egy olyan jelentőse emelkedett, hogy azon a ponton mondjuk nem nagyon éri már nekünk meg befektetni, hiszen már közel van ahhoz, hogy amekkorát Éves szinten szokott tudni emelkedni, valahol ott vagyunk annak a közelében, mondjuk az adott helyzetben, most ez csak egy fikciós helyzet, tehát abban az adott helyzetben már közel elérte a, a, az éves. Hozam, hozam szintjét, és akkor mit tudunk csinálni? Hát célszerűen távol tartjuk magunkat a, a piactól, hiszen tudjuk, hogy a potenciális hozom, amire még az idén számíthatunk abban a környezetben, abban az évben, az viszonylag alacsony, de a kockázatok nem túl alacsonyak, szóval ö, ennek megfelelően kell tudnunk meghozni a döntést. Ilyenkor szoktuk például azt csinálni, hogy a befektethető tőkénknek, vagy amit rászánunk az adott instrumenttől, annak az egyharmadával fektetünk be, és aztán, hogyha lejjebb esik a piac, akkor még van mindig harmadnyi ráátlagolni. rátlagolni. Nézzük meg a, a, az alatta lévő ablakot, a piros ablakot. Mi történik ilyenkor ugye magas a kockázati környezet és plusz alacsony a kockázati ö, prémium. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nagyon magas a kockázat, tehát van koronavírus, van infláció, van nagyon sok minden, ami, ami problematikus a gazdaságban, ilyenekről szoktunk beszélni a kriptopiaci értekezleteken, és, és közben alacsony a kockázati prémium, tehát ez lehet megint egy olyan élethelyzet, amikor már az árfolyam év közben fölfele kúszott, mert a kisbefektetők nem nagyon hagyták, hogy beessen, mindenki folyamatosan teszegette bele a pénzét, akár a, dollár cost average stratégiával, mindenki belerakosgatta a pénzét, és egész egyszerűen már viszonylag túl van árazva a piac, tehát nagyon kevésé számíthatunk mondjuk arra, hogy innen még mondjuk az adott szintről egy nagyot föl tud ö, ö, menni még az adott évben, tehát alacsony a kockázati prémium, tehát alacsony az, amit még ki tudunk belőle szedni abban az évben, a az, a, a visszamenőleges statisztikák alapján, de a, a, a kockázati környezet az nagyon magas, tehát ez a legrosszabb befektetési ö, opportunity, ez a legrosszabb ilyen befektetési lehetőség, vagy ez a legrosszabb a befektetésünkre nézve, ez a legrosszabb. A környezet. És akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki itt a jobb felső ablaknál, ugye a zöld, tehát alacsony kockázati környezet és magas kockázati prémium. Hát ez minden befektetőnek a kedvence, még akkor is, hogyha nem is tudatosul az emberekben, hogy éppen mi mázistek, a amikor ilyen környezetben tudnak befektetni, de ez úgy néz ki, hogy alacsony a kockázati környezet, tehát nincsen nagyon magas infláció, nem számítatunk arra, hogy kamatot fognak emelni, nincs háborús konfliktus, éppen nincsen COVID, és nem is fenyeget minket. Ugye, és akkor mi történik? magas a kockázati prémium, hát gyakorlatilag például ez a szenárió, ez a forgatókönyv, ez valósult meg a legtöbb évben mondjuk 2009-től, ugye, hogyha az S&P-t nézzük, a legtöbb év az, az így indult, hogy igazából minden csodálatosan rózsaszín volt, ahogy a befektetők szokták mondani, szóval, szóval, szóval igazából a zöld ablakunknak megfelelően alacsony kockázati környezet, magas kockázati prémium volt mindenkinek, aki éve, év elején befektetett mondjuk egy a, részfénypia, a részvénypiacon, az S&P-ből kiindulva azt lehetett mondani, hogy, 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 viszonylag kevéssé tudta magát megégetni, és ez érződik is egyébként a befektetői habituson, tehát Érződik is, hogy nagyon sokan úgy gondolják a piacon, hogy halhatatlanok, és nem tud hibázni a piac, nem tud visszaesni, és sokszor egyébként pont ez fújja a buborékot. De nézzük meg akkor a jobb alsó narancsárga ablakunkat, hogy amikor magas a kockázati környezet, de magas a kockázati prémium. Ez melyik szint lehet? Ez az lehet, amikor, amikor azt látjuk, hogy magas a, magas a kockázati környezet, de potenciálisan magas a kockázati prémium, hát ez az a környezet egyébként, ahol most éppen vagyunk itt a bitcoinnal kapcsolatban, hogyha engem kérdeztek. Ez azt jelenti, hogy magas a kockázati környezet, ugye itt a jobb alsó ablakot nézzük, magas a kockázati környezet, ez most jelenleg akut probléma, itt a, a az orosz-ukrán konfliktus miatt, a gázválság miatt, vagy az energiaipari válság miatt, akkor a különböző csiphiánya kapcsolatos problémák miatt, a termelési problémák miatt, a munkanélküliségi problémák miatt, az Omikron miatt, tehát sorol az infláció miatt, a kamatemelés miatt, tehát nagyon magas a, a, a kockázati környezet, de cserébe magas a kockázati prémium is, hiszen egy esésen van túl a piac. Úgyhogy ez az a, ez az időszak, amikor én mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy aki befektet, az úgy fektessen be, hogy például egyharmadolós, vagy nem ritkán egyötödölő stratégiával, tehát az egyötödét teszi bele, vagy az egyharmadát a pénzének, pénzének a, a piacba, és gyakorlatilag még mindig marad x része alá átlagolni. Ez egy nagyon fontos ö, a stratégiánk szempontjából, hogy minden esetben kiértékeljük ö, ezen szempontok szerint az, hogy éppen milyen a, a piaci környezet, amiben futunk. És hogyha ilyen a piaci környezet, akkor ezt mindenképpen tudnotok kell, hogy például, ha vagy narancsárga vagy piros, akkor mindenképpen tudnotok kell, hogy ö, hogy úgymond a, a kockázatosabban, nagyon kockázatosan, nagyon pici kapitalizációs projektekbe nem, nem nagyon érdemes egyáltalán belefektetni, mert azok sokkal-sokkal nagyobbat fognak esni, mint a piac átlaga, hogyha továbbra is mondjuk esik a trend. Ugye ezek voltak azok a projektek, vagy ilyenek voltak azok a projektek, amiket ugye bemutattam itt az elején, hogy, hogy ezzel kapcsolatban szoktatok megkeresni, hogy, hogy valakik azt mondták, hogy ez jó vételnek ö, tűnik, vagy jó vétel lehet, aztán megvettétek, és közben megbeszakadt, nem két hét alatt több mint 50 ot mondjuk, és hogy ezzel mit lehet csinálni. Én ezért szoktam azt mondani, ilyen környezetben, hogy ilyen projekteket egyelőre ne vegyünk. Maximum elmegy mellettünk a piac, oké, okay, elmegy mellettünk a piac, tehát ezek a projektek közül valamelyik mondjuk kilő, akkor lemaradtunk róla, de erre, ez a, erre, van a kisebb esély sajnos ilyenkor, hogy lemaradunk róla, na nem arra van a nagyobb esély, hogy ezek rendesen beszakadnak, Be lehet ezekbe vásárolni, csak akkor, akkor mindenképpen arra van szükség, hogy akkor vásároljunk bele, hogyha hogyha már, hogyha már kiesték magukat, vagy jelentősen be is szakadtak, és utána nézzük meg, hogy milyen átlagolós módszerrel vásárolunk bele gyakorlatilag. Ez is szerepel különben a, a videó tananyagban, hogy, hogy hogyan rakjuk össze a portfóliót, a makrót, a mikrót és a nanoportfóliót, mert ez ténylegesen nagyon-nagyon fontos ebből a, a szempontból. Na most nézzük meg azt, hogy hogy a, az S&P 500 az ugye évek óta pluszban van. E, és ilyenkor fordul az elő, hogy a sárga ablakokat a befektetők zöldnek látják. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, tehát a kockázatosabb ö, piaci környezetet kevéssé kockázatosként ö, azonosítják a piacon. Miért? Azért, mert a, az S&P 500 év per év alapon nagyon komoly pluszban van. Tehát azok, akik ö, befektet 2009-ben a Száprám hitelválság kibontakozását követően, de ők éves szinten folyamatosan nagy nyereséget tudtak fölhalmozni. Ez azt jelenti, hogyha hogyha nekik visszaesik a piac, akkor még a, a összességében ők akkor is pluszban tudnak lenni, ugye ez az a befektetői típus. Tehát ő nekik a kockázatvállalási hajlandóságok sokkal magasabb, éppen ezért ők nem nagyon érzékelik reálisan azt sokszor, hogy ez a két narancsárga ablak, ez valójában narancsárga és nem zöld, hanem ők ez sokszor zöldnek érzékelik, mert azt mondják, hogy ugyan már, hát ha még tovább szakad a piac, nekem akkor is van pénzem, akkor is még rá tudok átlagolni, akkor, tehát gyakorlatilag ö, nekik a kockázat az nem akkora, pontosan azért, mert hogy ők már nyerességben vannak. Ide kell egyébként eljutni a minden kriptósnak is, tehát akik kriptóztok, ide kell jutni, ezért szoktam azt mondani, hogy nem akkor lépsz be a piacra, amikor az első költésedet megcsalad a kriptopiacra, hanem akkor, amikor a második ö, második költésedet megfinanszírozza már az első pozíciódnak a nyeresége. Ezt szoktam mondani. Jó, tehát, ö, ö, és az, az um Az, 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 egy nagyon fontos, hogy ne részegítsen meg minket, hogy mondjuk egy, egy narancssárga vagy piros piaci környezetben elkezd hirtelen emelkedni a piac, mert, mert nagyon sokszor ugye maguk a kisbefektetők azok, akik felhúzák, azok a kisbefektetők, akik éppen egyébként ö, ö, nagy nyereségben vannak még így is, és hozzáteszek egy másik ö, 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 dolgot, hogy nagyon sokszor ugye, és ez bármennyire közhelyesnek tűnik, ugye a Wall Street az gyakorlatilag kötésekből él, tehát az amerikai ö, pénzügyi piac úgymond, és az amerikai broker cégek, azok kötésekből élnek, tehát nagyon sokszor ö, lenyomják a, az ügyfeleiknek a torkán a piros vagy a narancssárgább helyzeteket is zöld helyzetként tálalva, azért, mert hogy mert hogy muszáj tranzaktálni, muszáj kötni, 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 hiszen abból él maga az egész Wall Street kötésekből, kötési jutalékokból, díjakból, stb. Tehát nagyon sok esetben maguk a brokerek azok, akik rábeszélik a, az, az ügyfeleket a, a a kötésre, és persze ez egy önbeteljesítő jóslat sokszor, mert tényleg a piac valóban elkezdi föl is húzni az árfolyamokat. De ami érdekes itt, hogy, hogyha már arról beszélünk, hogy, hogy hogy, hogy, projektek, és hogy mi a helyzet ezekkel a projektekkel. Én azért szoktam azt mondani, hogy kockázatos piaci környezetben ne nagyon fektessünk be olyan projektekbe, amik aranynak tűnnek, de, de szoktam mondani, hogy nem minden arany, ami fénylik, tehát csak sokszor csak tűnnek, mert, mert nagyon sok esetben előfordul, és akkor mutatok itt egy projektet, például az iost nagyon sokszor előfordul az, hogy egy projekt uh, beszakad, és többet nem is, nagyon, nem is nagyon jön vissza a korábbi szintjére. Na most uh, ez, ezzel számolni kell. Tehát amikor például egy, egy esőtrend környezetben vagyunk, ugye itt van az IOS például, az 2017-ben uh, jött ki a piacra, szebb napokat megélt, komoly csúcsokat uh, döngetett, akkor eléggé populárissá vált, ha megnézzük a market capje is. Um, azt lehet mondani, hogy 15 milliárd dollár fölött volt, 17 milliárd dollár környéke, és aztán visszaesett, és mindig csak kisebb csúcsokat tudott ütni, és árnyéka a régión magának mára. 89%-ra van a korábbi csúcsától, persze lehet azt mondani, hogy, hogy hogy itt közben is ki lehetett belőle veszegetni hozamokat, de, de, ember legyen a talpán, aki ugye ezekben az időszakokban tudja tartani. Én végigcsináltam csináltam ilyet, tehát nagyon sokszor volt olyan, hogy évekig tartottam valamit, mire komoly nyereségbe le tudtam tehát ezt a részét is ismerem, de megkímélnélek titeket ezektől, a, ezektől az érzésektől. Úgyhogy, nő, úgyhogy, én azt szoktam mondani, hogy, hogy amikor esik a környezet, esik a piaci környezet, és ilyen narancsárga vagy pirosba vagyunk, akkor ez mindenképpen egy fontos mérlegelési szempont, hogy ne vegyünk meg olyan tokeneket, amik nem biztos hogy utána helyre fognak állni, mert nagyon-nagyon sok olyan token van, ami, ami mögött egy ígéret van, de az ígéretét nem tudja beváltani, és kiderül, hogy technológiailag sem alkalmasra. Egyébként itt van például az Avalanche, ami öm, amiről pont készült egy projektben mutatunk, és elérhető a Patreonon. Ott az Evalanchel kapcsolatban az van, hogy nagyon sokat mondanak magukról, azt mondják, hogy ennyi meg annyi nódjuk van, és közben beleírtuk a dokumentumba, hogy hány nódjuk van valójában, beleírtuk, hogy milyen a transaction per secundum értékük, stb. Amik mind nyilvános adatok, csak ezeket össze kell nyilván szedni és gerebézni, mielőtt befektet az ember ilyen projektekbe, és miközben ezt Ethereum killerként próbálják sokan az a helyzet, hogy igazából az Ethereum megeszi ezeket a projekteket reggelire, pláne, hogyha átállnak ugye, a, a, a főként akkor, hogyha átállnak a, a Proof of Stake modellre, tehát az Ethereum 2.0-ra, és, és akkor azok a projektek, amik, amik elavultá válnak, miközben ugye egy esőtrend környezetben beszakadtak, azok a projektek lehet, hogy soha többé nem fognak tudni talpra miután elmúlik az esőtrend környezet, hiszen addigra válnak annyira el, avultá, és addigra olyan új szereplők jönnek ki a piacon. Most ugye beszéltünk már az agyelszívásról, tehát arról, hogy a különböző szilíciumvölgyi cégeknél Amerikában már nagyon komoly pénzekkel kopogtatnak, nagyon komoly fizetéseket kínálnak a fejlesztőknek, hogy nyergeljenek át a Web3-ra, tehát különböző decentralizált fejlesztéseket grundoljanak, és, és azt látjuk, hogy szoktam mondani, hogy Mordor falai mögött már épp gyülekeznek és, és, építkeznek különböző fejlesztő cégek, hogy kihozzanak olyan layer 1 fejlesztéseket, amik megközelítik az egymilliós TPS-t, és, és, azok mind-mind-mind meg fogják reggeli renni akkor azokat a mostani layer fejlesztéseket, amik igazán a tavalyi évben robbantak be a köztudatba, és váltak azért populárissá, mert a piac elkezdte megérteni, hogy össze lehet hasonlítani a különböző layer 1 protokollokat TPS, tehát Transaction Per Secondum értékek alapján. Tehát ö, aztán mi fog történni, akkor kérdezem én, hogyha kijönnek ö, olyan ö, fejlesztések, amiknek a TPS értékük sokkal jobb, hát nyilván akkor eltűnnek a sülyeztőbe azok, amik, akikre nincsen szükség. És ez így volt, a, sokszor mondom a, a, a mobiltelefonos analógiát, tehát ez így volt a nyomógombos telefonokkal, hogy felváltották őket, szépen lassan ugye a korszerűbb készülékek. Tehát, tehát ezt, ezt szerettem volna ezzel kapcsolatban mindenképpen nektek kihangsúlyozni, ami pedig ugye a híreket és azoknak a tálalását illeti. Sokszor egy egyfajta hurá optimizmus uralkodik el a piacokon. Itt belekerült a, a, szombati elemzésünkbe az, hogy Amerika egészen jó GDP adatokat produkált. Ugye az lehetett látni, főleg a negyedéves érték növekmény miatt, a GDP növekedés miatt, hogy, hogy éves szinten 6,9 kal nőtt a negyedik negyed évben a GDP, és ezzel 1984 óta a legerősebb egész éves GDP növekedéssel zárta az USA az évet, és sokan ennek meg Örültek, hogy hú, de jó, hát akkor minden rendben van. De hogyha mélyebben a számok mögé nézünk, akkor az látszik, hogy igazából, és ezt, um, ezt, ezt beletettük az elemzésbe, hogy az látszik, hogy valójában nagyon nagy mennyiségű készletet halmoztak fel az USA-ban, sokaknak a, a negyedik negyedév főleg a karácsony lett volna a mentőöv, a, a mencsvár igazából, amire vártak, hogy majd a, a karácsony erős lesz, és az kihúzza őket a, az évközbeni csávából, és sajnos az volt a helyzet, hogy az Omikron miatt le kellett fújni kis túlzással, idézőjelben a, az idei évi karácsonyt az USA-ban, meg több helyen, és a nagy mennyiségű készletek, amik belettek tárazva, azok nem keltek el az utolsó negyed év utolsó hónapjában, tehát decemberben, és ezek a felhalmozott készletek, ezek egyfajta értéknövekményként belejátszottak a negyedik-negyedévi a GDP növekedésbe, de ezek azért fals statisztikák, mert közben ezek nem keltek el, tehát nem kerültek értékesítésre, úgyhogy az idei évi első negyedéves GDP statisztikát fogják roncsolni, már csak azért is, mert ilyenkor a piacon lesz egy úgynevezett visszavétel, ez azt jelenti, hogy a készleteknek nagy részét visszavételezik a kereskedelmi cégek, illetve uh, elmaradnak a készletberuházások, a tervezett készletberuházások is, hiszen a már korábban megvett készleteket kell kiértékesíteni, ami ö, szintén problematikus, hiszen ezek között van nagyon sok olyan készlet, ami mondjuk szezonális. Tehát, hogy ez egy ö, kifejezett problémát jelenthet az első negyedévre, ami még mindig nem ad olyan túlzottan nagy okot az optimizmusra, bár hozzáteszem, hogy például a vát jelentéseken már részben túl van a piac, és a váti jelentésekből kitűnik, hogy egy-két óriás vállalat sokkal jobban zárta zárt az előző évet a tervezet. Tehát ennek meg az, a, az a, a mögöttes katalizátora, vagy a mögöttes rugója működtetője, hogy, hogy amit beszéltünk is, hogy a Federal Reserve, ugye? vállalati kötvényeket is vásárol, tehát rendre finanszírozza, úgymond ezeket a vállalatokat. Ilyen vállalat egyébként például az Apple is, amit uh, úgymond a Federal Reserve, tehát maga az amerikai egybank finanszíroz kötvényvásárlási programok útján gyakran. Tehát um, hogyha, hogyha ezért is van egy félelem, hogy ahogy a, a tapering-el kivezetik ezt a quantitative easinget, tehát a pénzügyi könnyítési programot, úgy gyakorlatilag um, ezek a, ezek a, mondjam, ezek a csoda teljesítmények ezek el tudnak olvadni itt a piacon. Tehát, de ezekről fogunk beszélni a kriptopiaci értekezletről, értekezleten most pénteken. Úgyhogy én nagyjából ezt akartam elmondani nektek, ebben az az ablak nagyon fontos volt, hogy lássátok, hogy, hogy gyakorlatilag de milyen kockázati szintek szerint tudtok dolgozni, és hogyan érdemes befektetési döntéseket hozni, hogyan érdemes fölmérnetek a kockáti szinteket, és ezt tudnotok kell, hogy hogyan lássátok át a gazdasági helyzetet, a, hogy a globál gazdasági környezetet azt hogyan tudjátok egyáltalán objektíven fölmérni, ebbe próbálunk ténylegesen segíteni, mind a kriptopiaci értekezletekkel két, két hetente, mind pedig ugye a híreknek a kiértékelésével az árcsoporton belül. Úgyhogy mondom, hogyha szeretnétek erről még tanulni, akkor, akkor, akkor az, az az érdekes számotokra, hogy, hogy elérhető a gyakorlati kriptotudás anyagunk, ami egy videótananyag, bárhonnan visszanézhető. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor az a javaslat, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjatok egy lájkot, like továbbá pedig várunk titeket a zárt körű Discord szerverünkön, és a Patreon csatornánkon. A Patreonon keresztül vezet az út a Discordhoz. Találkozunk legközelebb is, további szép napot kívánok. Sziasztok!